és zöld fusz. Akkor a zöld fusz van, meg az üveges jelzése meg. Szerintem hamarabb végezni fogunk. Én az 1000 méter szintkülönbségből már másféllel többet megtettem. Fáradtam. Ez volt a hardcore útvonal. Gyönyörű erdőségben vagyok, a szerencsére. Egyébként szerintem szent meggyőződésem, hogy amikor filmeket forgatnak, akkor igazából folyamat pofáznak közben, meg csak tátognak, meg amúgy állandóan beleordibál valaki, hogy hé, Peti, emeld már fel a balkarodat a felvétel, ezt a paraszt. És akkor utána leszedik az egészet, és utólag rászinkronizálják a filmre a hangot. Szerintem ez így működik. Nem. Nem? Biztos van, amit találsz. Magyar filmeknél nem, mert ott nincs erre költségvetés. De amúgy igen. Anyád milyen szép zölde jelenik meg, ezt majd lehet, hogy felhúzom egy színskál. Igen. Kár, hogy nem ismerek ilyen fotós szakszavakat. És most kéne, hogy elszaladjon itt megint az a... Most, nagyon kéne. Dőz csorda így keresztbe. Arról kell nyilatkoznom, hogy itt miközben haladok az erdőben, undorítóan sok bogár röpköd mindenfelé, és küzdenem kell, hogy ne nyeljek le belőlük rohacsokat. Ez a nyilatkozatom tárgya. És nem tudom, ez ilyen farkasbogarak, vagy mi a retek. Emberevő farkasbogarak. Nagyon sokan másznak rajtam, lehet, hogy nem jutok ki. Na mindegy. Kicsi állatka, mit tudsz csinálni? Jaj, hogy tekerek, jaj, hadd fogjalak meg, jaj, de kis félénk. Ez egy homoki vipera, amelynek mérge rendkívül halálos, nagyon kis mennyiségben is abszolút gyilkos. Egy molekulája, egyetlen egy molekulája képes lenne megölni 500 embert. Úgyhogy az egyetlen molekula átmegy az egyik emberről a másikra, és mindegyiket egyesével öli meg. Ez egy nagyon gyilkos élőlény. Azt kérdez meg, ott videózik engem. De az a baj, hogy elviszed róla a fókuszt. Úgyhogy ő iszonyat büdös szegény. Ja nem, csak halucinálok, mert a siklóról megszoktam azt, hogy az büdös szokott lenni. Jaj, rögtön álcázza magát, beleolvad a környezetébe. És utána olyan lassan távozik, mintha valami nagyon durva anakonda arc lenne, de amúgy nem az.
De durván siklik. Nem vagy normális. Sokat gyere és rájövök. Így készülnek a műsorok. Nem kell hozzá más, egy kamera, meg egy idióta, meg valami érdekes állatka. Mi volt az? Nem tudom, valami kígyó cucc. Akkor siessünk. Komolyan mondod? Na jó, menjünk. Hoppa, pocsi. Az emberek azok kajálják a tavas felvételeket szerintem, mert a tó az így ilyen, frissességérzést kölcsön az az embernek. Az egy táplálékforrás, jó közérzetet ad. Oktató felvételt alak. De hogy küzdenek azért még? Még látom, ott jönnek a távolban. Azt hiszik, van esély. Most már futunk. Nyilván egy civilizáció is van. Ez az erdőben lét. Erről készül dokumentáció. Te? Hát így néz ki egy erdő. Már sokkal a sebesség. Hát eljutottam ide. Életben vagyok. Még. Ja, igen, szeltikán kell vagy nekem is. Hogyne? Hát megadd le, dob. Nem mersz leugrani után. Dob le és elkapom. Hogyne? Eszés közben. Hogyne? A háttér. Korábban szemüvegben voltam. Azt rohadt. Ezt micsoda innováció. Ezeken átmászok. Biztos rosszabbul néz ki kintről. De ezeket
Hogy fogod elküldeni nekem? Mi? De hát ott nem fér el egy videó. Ott készül rólam egy videó. Túléltem. Olyan magasan voltam. Hát innen lentről nem tűnik olyan nagynak. Attól félek, hogy a balatoni kirándulásnál nagyon, nagyon sok energiára lesz szükségem. Tudjam ezeket rögzíteni. Hú, basszus, most milyen szép a szín. Most meg milyen furcsa. Arra kifakul a világ. Erre pedig bezöldül. Ez meredek. Fáj a térdem ehhez. Egyébként jó, mert a patak az segít így belőni a magasságot. Jó kis patak. Be. Na is. Hú, azt kéne képződni ekkor, amikor néha, hogy tök bezdődül a kép. Amikor néha pedig tök kifakul. Nyomni magába. Mind a balalsó sorokban az a kezed, ami belúg? Ez? Aha. Nem, hanem be van törve a kijelző. Ja, hát kicsit lejtettem. Lehet, hogy volt bennem némi indulat is, oda dobtam valahova, de... Ja. Aj, rossz irányba megyünk. Hülyeskedsz? Nem. Te vagy elő, hát megint rossz irányba. Na, ott a rét. Hát, ha akkor legalább ázzon el jól a telefonom is. Hogy kell csinálni? Hát nem úgy. Ó, micsoda mester vagyok, hogy elsőre így átkeltem.
Na? Mert? Felvételeket készítek, művész vagyok. Ez művészet. Nem vicces, még én sem veszem a komolyan magam. Amúgy. Megesznek ezek a... Aztán bezöldül. Hogy? Többet kelljen vágnod. Nem fogom kivágni. Nem biztos. Ilyes vagyok, nem kéne. Kft. Kizárólag a kft-re vagyok én. Nem rendel ide. Kihozzák? Ajánlom. Tudom javasolni. Szeretek itt lenni. Itt szerződöm. Nagyon zavar. Akkor jó. Csak nem szokott, nem szokott, hogy felvételt készítve, így mozog az egész. Hát de. Sokan panaszkodtak majd erre meg a kezem, de sajnos hát ez ilyen. Ja, hát valószínű. Hát igen. Na, pont itt kell lefeküdni. Hol pont itt? Itt. Itt? Azt nem, hogy ott ott kisebb a fők, nem? Ja, de én erre gondoltam. Mert most esek össze. Ergáz a hajam vajon? Kiengedte meg. Kinek kell az ízérem? És amúgy időben vagyunk? Thank you.
most lesz a kaptató. Ezt üzenem a világnak. Ti vagytok a világ. Én nem tudom, ez még csak egy telefon. Starcos felvételt készítek a kaptatóról, a 600 méter kaptató első 6 méteréről. Rohadt magas. Összenyom az élet. Fú, hát ez tényleg kemény kaptató. De lefelé nem is erre jövünk. Kinyújtott kézzel még nehezebb haladni. Tényleg. Aha, csak így meg a talpam fáj. Micsoda akadályok vannak itt. Miért az jó hely ott? Emi! Darcy!
Para. Azt de para. Jézusom, mi ez a sok bogár cucc? Hadd játsszok még velük. Sziasztok! Hogy szétrohadnak! Nem kis vicces élőlények. Jó, itt is vergődik valami élőlény. Úristen, lefelé milyen para. Na jó, volt! Volt valami abban a szendvicsben. Fussunk, fuss! Én állok, na gyere! Komolyan! Sokat? Nem, napi egyet maximum. De hát már nem fogok tudni, hogy ez mai kibred. Nem tudom megszokni a lámpalázat, hogy nem tudom, azt fura érzést, hogy mások szeme láttára késztek szaros videókat. Már csak ezért megéri. Napot. Még nem. Még lesz itt egy tábla valahol, és majd valahol azután azt hiszem. Hát tényleg nem kell a kézen ugyan már. Csak szépen levidózom, hogy ráfordulunk az útra. Egyébként szerepelni fogsz néhány videóban, ez már elkerülhetetlen. Hát, hogy kivágod. És akkor lesz ilyen zökkenés, hogy itt még így áthúzom rajta a kamerát, tehát egy kicenzúrázlak, tudod mit? Ilyen kikocka. Aki fekete csíkot a szemem. Ez lesz, igen. Thank you.
arra fordulj. 100 méter után újabb keresztetődés. Petőfi utat a transformátorok jobbra. Most jessünk, hát időre megyünk. És már annyi az idő? Nem, de... De az is jessünk, mi? Azért jessünk, hogy jobb időt fussak. Hát látjuk a teljesítményemen. És merül a telefonom. Szedjünk a